Tudod-e, hogy mi a közös horvát Krisztoferben és Tököli Attilánál? Nem. Hát az, hogy ugye a Kecskemétből utoljára Tököli Attila volt válogatott, illetve az egyetlen egyébként 2011-ben. Most te lettél az, tényleg mesélj erről, hogy ez milyen, hogyan csapódik le benned, hogy ma bemutatkozhattál válogatottban. Hát igazából, amikor szóltak, hogy beállok, nagyon jó érzések voltak bennem, és amikor pedig pályára kerültem, hát az felemelő érzés volt ennyi ember előtt, ilyen fantasztikus szurkolók előtt, csapattársakkal, nagyon jó érzés volt. Ugye hárman vagytok itt a Kecskemétből, Szalai Gábor ráadásul másodszor. Gondoltad volna, hogy te leszel az első, aki bemutatkozol közülük? Hát nem gondoltam volna, igazából ezen nem is gondolkoztam egyáltalán. Örülök neki, hogy így sikerült, és remélem, hogy a következő időkben ők is be tudnak mutatkozni. Le is kopogom, tényleg nem csak a védelem, de az egész csapat jól összeszokott itt az idő során, és tényleg egy rendkívül jó harmónia van a csapatban. Természetesen a szövetségi kapitány úr mindig az általa megítélt legjobb kezdő 11-et küldi a pályára, akiket a legalkalmasabbnak lát azon mérkőzésre. Ugye sajnos a Willi fájdalmat érzett a lábában, reméljük, hogy nem komoly a sérülése, és hogy hamar vissza tud térni, hogy nem kell neki sokat kihagynia, viszont a padon is nagyon minőségi játékosaink vannak. Ugye ezt is szeretnénk, hogy ami a válogatottnak az erénye is volt a múltban, hogy tényleg sokszor cserejátékosok döntötték el a meccseket, és tudtak olyan minőségbeli pluszt hozzátenni a játékhoz, hogy ezt szeretnénk továbbra is, hogy jellemezze a csapatunkat, ezt a mester kifejezetten meg is követeli, úgyhogy utána is úgy gondolom, hogy stabil volt a védelem. Természetesen vétettünk egy-két hibát, ennek köszönhetően ugye gólt szereztek a csehek, viszont tudjuk nagyon jól, hogy nekik is ugye rendkívül minőségi topligás csatáraik vannak, akik kihasználták azt a kevés helyzetet, ami ott adódott nekik, viszont összességében gondolom, hogy jól teljesítettünk. Mennyire figyelmeztető, hogy ugye kint is, meg itt van, és ugye tulajdonképpen a saját hibánkból kaptunk gólokat. Hát nyilván most ugye itt a Langinak volt egy döntése, picit ugye a csatár megtámasztotta, így nem tudott kellő erőt tenni a fejesbe. Én azt gondoltam, hogy inkább a Fityónak fogja oldalra fejelni, hiszen talán ő egy jobb helyzetben levő társ volt, de nyilván így döntött. Tudjuk, hogy legközelebb ezt majd máshogy kell megoldania, illetve nyilván már beszéltünk is róla, mondta, hogy szerinte a megoldás az lett volna, ha nem engedi lepattanni a labdát, és egyből még levegőből tisztáz. Ennyiből jó, hogy ez egy felkészülési mérkőzés volt, hiszen pontokba nem került. Én azt gondolom, hogy levonjuk a megfelelő következtetéseket, és legközelebb ilyen biztos nem fog előfordulni. Mi mondtad, hogy bombaformában vagy, ugye a Kecskemétben is két gól passz eddig a mérleged. Álomszerű eddig ez az ősz, ahogy alakul itt körülötted? Hát nem mondom, hogy bombaformában vagyok, de próbálom úgy csinálni a dolgaimat, meg az edzéseket, meg mindent, hogy a pályán 100%-ot tudják nyújtani és eredményes legyek. Én azt gondolom, hogy jó helyzetbe hoztuk magunkat, tényleg ebből a négy meccsből ezt a 10 pontot szerintem mindenki aláírta volna, de még tényleg csak fél távnál vagyunk, úgyhogy ugyanannyi vissza van, úgyhogy nem szabad hátradőlni. Nyilvánvalóan a szerb mérkőzésnek is óriási tétje lesz, hogyha sikerülne begyűjteni a 3 pontot, akkor azt gondolom, hogy fél lábbal gyakorlatilag az EB-n érezhetnénk magunkat, de nyilván most nem szabad még ennyire előre szaladni. Mindenkinek a klubjába kell a formáját megőrizni, még jobb állapotba kerülni, de természetesen tudjuk azt, hogy milyen célokért fogunk majd a szerbek ellen pályára lépni. Azt nem gondolom, hogy most bármennyivel is esélyesebbek lennénk, mint 4 nappal ezelőtt voltunk. Azt szerintem látható volt az elmúlt mérkőzéseinken is, hogy nagyjából hasonló teljesítményre képes a két csapat. Ugye mindig nüansznyi dolgok döntöttek a mérkőzéseinken,
nagyon bízunk benne, hogy ezek a nüanszok majd a hazai találkozón is mellettünk fognak állni. Mekkora lökés motivációt ad ez a mai nap számodra az elkövetkező hónapokra? Hát ez nyilván egy motiváció mindenkinek, vagy hát nekem főleg, de nem fogok elszállni ettől, hogy bemutatkoztam, próbálom ugyanúgy csinálni a dolgomat, és próbálok bekerülni a következő összetartásra is.